A legtöbb sportákhoz és csapathoz hasonlóan a Sunshine Nyitse számára sem volt zökkenőmentes a felkészülés. A koronavírus járvány ugyan nem érintette a nyíregyházi kosarasokat, azonban sérülések és betegségek miatt többen is hagytak ki edzéseket az elmúlt hetekben. A szakmai munkát továbbra is Kovács Tibor irányítja, és a szakembernek nem csak új játékossal kellett megismerkednie a hosszú tavaszi-nyári szünetet követően. Az a minimális változás, amivel mindig számolunk, hogy tovább tanulók elmennek tőlünk, ha esetleg munkai lehetőséget kap valaki, akkor elhagyja Nyíregyházát. Most ez minimálisan történt meg, két olyan játékosunk távozott el, akikre már előzetesen tudtuk, hogy tovább tanulás, illetve munkai elfoglaltságok miatt, Horváth Bence, illetve Sipos Timót. Arra van esély, hogy Sipos Timót kettős játék engedélye még marad a mi közegünkben is. Egy új játékos van jelenállás szerint, aki nyíregyházi kötődésű, akivel maximálisan elégedettek vagyunk az eddigi edzés munkája alapján is. Ő Bíró Benedek a Blue Sharks 20-as játékos, 23-as keretéből. Ő is szintén kettős játék engedélye fog nálunk játszani. Én bízom benne, hogy ő is jól érzi magát az eddigi tapasztalatok szerint, mi is maximálisan elégedettek vagyunk vele. Kósa Tamásék már játszottak egy hivatalos meccset, a HEP kupában a Deac U23-as csapatának vendégeként 67-66-os veresége szenvedett a Sunshine Nyitse. A bajnokságnak az elmúlt évekhez hasonló célokkal vág neki a nyíregyházi gárda. Alapszinten örülünk annak, hogy él a csapat és tudunk működni. Az alapcél az, hogy a játékos állományt, ha lehetőség van, növeljük, többen legyünk, tudjuk végig dolgozni, és elsősorban egészség szempontjából az évet. Bízunk benne, hogy a bajnokság is folyamatosan zajlik majd, semmiféle hátráltató tényező mellett, a sportérték pedig az, hogy az első négyben végezzünk, mint az elmúlt években is, de azért magunkban és egymás között azért ettől magasabb célokat fogalmaztunk meg. Kovács Tibor együttese szombaton a győzelem reményében utazik a Gyulai Korol csapatához. Az első hazai meccsen október 17-én szombaton a Kiskunfélegyházát fogadja a Sunshine Nyitse.